Mani sauc Radiņa Date, un es esmu no Rīgas. 4 gadus es dzīvoju jau Budapeštā, nu jau iet 5. Ez a furcsasága lábamon, ez egy mamusz, amit itt kapunk, ahhoz kell, hogy melegen tartjanak a lábunkat, télen, nyáron nem kell felvenni. Szóval így néz ki, így néz ki, itt van egy ilyen mindenféle, nagyon meleg. Milyen balettáncosnak lenni? Ezt mondanék egy kislánynak, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó, de borzasztóan nehéz. És ott kell eldönteni annak a gyereknek, és hogyha ő döntötte, hogy ő azt szeretne lenni, akkor 120%-kal kell dolgozni, és azt úgy csinálni. Nem lehet ezt úgy, hogy én csak kicsit kipróbálok, ha megy, megy, ha nem, abba hagyom. Olyan nincs, hogyha kipróbálom, és arra vagyok képes, vagy alkatilag, vagy tehességileg ez vagyok, akkor igen, az leszek. De a saját gyerekemet balettba én nem küldenek. Mert túl nehéz. Ja, van egy szó, de most sem fogok tudni kimondani. Nagyon-nagyon nehéz számomra. Szóval elmosom a ruhát, és akkor mondom a páromnak, hogy teregíts ki. Most ezt hiszem, hogy mondom. De ezt mondom, hogy tekergets, teregets, terecs, teregíts, és hogy van ez igazából? Nem is tudom most. Tekeríts. Tudom, ez az, amit nem tudom. És még van egy példa, ez az, hogy de most már tudom, melyik, de hát ez volt a legelején, soha nem tudtam, mindig összetévedtem. Ez szőnyeg, szúnyog és függöny. Ezt a hármat soha nem tudtam. A legszebb szó a számomra, letül is és magyarul is, ez a szerelem. Mert én úgy érzem, hogy nekem életben ez a legfontosabb. És ezt nekem kell mindenhez. Ahhoz, hogy minden reggel felkeljek, és mosolyogva megyek az utcán, vagy bejövök a balletterembe, és dolgozzak, vagy csináljak a saját kis életemet, minden ehhez nekem kell ezt a szerelmet, vagy érezni, vagy ugyanúgy adni. Ha egy szót kell kiválasztanom, akkor ez a szerelem.